Elsősorban olvasáskor éreztem azt, hogy egy ilyen nagy nyűg a nyakamba, a hátamon, a szemüveg használata. Egy az, hogy nagyon sokszor otthon felejtettem, ráültem, eltört, elrepett. Szóval egy olyan plusz dolog volt az életemben, ami megnehezítette a mindennapjaimat. Ezért is döntöttem egyébként a műtét mellett, hogy ettől a plusz ilyen tárgytól, amit nyomta a vállamat, a hátamat, hogy megszabaduljak. Az emberben sokféle érzés cikál és keveredik, de hál' Istennek az a 15 perc körülbelül, amit ezen a műtőasztalon eltöltöttem, mindig arra gondoltam folyamatosan, hogy ezt ki kell bírjam. Eleve nem volt nehéz, mert fájdalmaim egyáltalán nem voltak. Figyeltem, amit a kedves doktornő instrukcióként adott nekem, hogy megfeleljek annak, hogy a műtét jól sikerüljön. Ugye 3 órakor jöttem ki a műtőből, és 6 órakor az előírásnak megfelelően kezembe vehettem a telefont, bekapcsolhattam a televíziót, elkezdhettem olvasni az újságot vagy a könyvet, és onnantól kezdődött egy olyan időszámítás, amit 10 évig nem élhettem meg. Tehát minden olyan dolgot szemüveggel kellett végeznem, amit a műtétet követően újra 10 évre visszamenőleg szemüveg nélkül is megtehetek. Sasszeműként azt mondta a kedves doktornő az első kontrollvizsgálat után, hogy 150%-os lett a látásom. Ennek nagyon örülök. Én is azt éreztem, hogy egy olyan távolságokat tudok érzékelni, és olyan messze, olyan dolgokat vélek felfedezni a saját lakókörnyezetemben, hogy átlátok a Duna túlpartjára, és olyan faágokat is megláttam, amit korábban a műtét előtt nem is tudtam, hogy van olyan. Volt bennem egy automatikus reflex egyébként, ami ugye az elmúlt 6-8 évben alakult ki a szemüveg kapcsán, hogy még a műtétet követően olyan egy hétig mindig, hogyha mentem valahova, akkor hol a szemüvegem, hol van az olvasó szemüvegem, és hol van a távolba látó szemüvegem. És minden nap, hál' Istennek, rá kellett jöjjek, hogy erre már nincs szükségem. Úgyhogy egy nagyon nagy ajándék ez az élettől. Egy nagyon professzionálisan megszervezett klinikáról beszélhetünk, ami ebben a mostani világban szerintem nagyon ritka. Szóval egy nagyon-nagyon jól működő, olajozottan működő olyan gépezetről van szó, ami szerintem egy extra szolgáltatást nyújt. Úgyhogy félelemre azoknak, akik esetleg a fájdalomtól vagy bármitől félnek, szerintem nincs okuk, hiszen olyan profi szakemberek kezébe kerülnek, és kerültem én is, akik azt hiszem, hogy garanciát jelentenek arra, hogy egy új életet kapunk.